Sziasztok! A mai videóban a Margit szigetre viszlek el benneteket. Ott a távolban látszik a Margit híd, és mögötte van a Margit sziget. Elsétálunk oda. A Margit sziget egy sziget a Dunán, Budapesten. A Margit sziget a Margit híd és az Árpád híd között van, és tulajdonképpen egy nagyon nagy park. A mesés Margit sziget szép, utain járni jó. Itt is vagyunk a Margit szigetnél. Megérkeztünk a Margit szigethez. A mai videóban ki fogunk bérelni egy bringóhintót. Itt áll három bringóhintó. Sziasztok! Itt vagyunk a Margit szigeten. Kibéreltünk egy bringóhintót. Ez egy ilyen kis kocsi, ami olyan, mint egy bicikli, egy kocsi és egy bicikli keveréke. Azt a szót, hogy kerékpár vagy bicikli, már biztosan ismeritek. De sok más szó van még arra, hogy bicikli. Ezek egyike, egy slang verziója az, hogy bringa. A hintó pedig egy régi módi kocsi, amit lovak húznak. Ebből a két szóból származik az a vicces szó összetétel, hogy bringóhintó. És ezzel körbe lehet menni itt a Margit szigeten, és nekünk kell tekerni. Így. Látjátok? Így. Ezt kibéreltük most, ezt a bringóhintót egy órára, és remélem, hogy egy óra alatt többször körbe tudunk majd menni itt a Margit szigeten. Ez egy nagyon jó téli tevékenység, mert itt vagyunk kint a szabadban, de felmelegít, melegen tart bennünket. Nem fázunk. Igaz? Fázol? Nem. Nem fázol. Én sem fázok, nagyon jó. És az is nagyon jó ebben, hogy ez egy szabadtéri tevékenység, és mivel a Margit sziget egy park, és mivel ez a biciklizés, ez a bringóhintó tekerés sportnak számít, így nem kell maszkot viselnünk, nem kötelező maszkot viselnünk, amíg tekerünk, amíg sportolunk. Kicsit elengedjük a futókat. Egyébként a Margit szigeten, ahogy látjátok, sokan futnak. A Margit sziget körül van egyébként egy futópálya is, aminek a hossza 5 kilométer, és az most innen nem látszik, de később majd azt is lefilmezem. Oda szoktam menni néha futni, és nagyon jó. Direkt ki van alakítva ilyen futópályának, és így ilyen gumiból van tehát a talaj, amin lehet futni, és ez nagyon jó, az ember térdét védi. A Margit szigeti futókör egy kicsivel több mint 5 kilométer hosszú, körülbelül 5,3 kilométer. A Margit sziget körülbelül 2800 méter hosszú és 500 méter széles. A Margit szigeten nem laknak emberek, nincsenek itt lakások és házak, de van viszont két szálloda, egy fürdő, egy uszoda és egy kis állatkert is. Ott a másik oldalon egy kicsit lehet látni a Palatinus strandot, ami nyáron egy nagyon-nagyon jó hely, nagyon ajánlom mindenkinek. Nem tudom, hogy mennyire látjátok most így a fákon keresztül. Viszik szívem dalát, a Margit szigeti fák.
mint látjátok, a Margit-szigeten nem csak futók vannak, hanem nagyon sokan sétálnak, és bicikliznek is. Itt vagyunk a Margit-sziget külső oldalán, budai oldalán, és itt jól meg tudom nektek jól mutatni a futópályát. Itt előttünk láthatjátok a futópályát, ami ilyen piros, és látszik, hogy van rajta sok futó most is. És itt a másik oldalon pedig, ott van Buda. Itt a másik oldalon pedig láthatjátok a Palatinus strandot, ami ki van írva, hogy télen is nyitva van, de biztos, hogy zárva van most. Ott van a medence. A medencében van víz, jól látom? Vagy nem? A medencében van víz. Nagyon elhagyatott így télen. De láthatjátok így is, hogy milyen nagy. Mennyire nagyon nagy ez a strand. Még messzebb van a vége. De a Palatinus strand és a Margit sziget nem csak most népszerűek, régen is azok voltak. Kinn a Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Egyedül egy kis padon, szép vasárnap balkonyon, elfogott az unalom, ma már talán bevallhatom. Csodaszép a kék Dunánál ragyog a nyári. Millió csillag, de szépen ég az égen, ne fél. A mesés Margit sziget szép, utain járni jó. Az öreg város ligetben úgy ragyog len, ó! Csoda szép a kék Dunává, ragyog a nyári ég. Millió csillag, de szépen ég az égen, nem fél. Hames és Margit sziget szép, Budain járni jó. Az öreg város ligetben úgy ragyog lenne. Megyünk ezzel a bringóhintóval, ami nagyon vicces, olyan, mint egy kicsi kocsi. Sziasztok! Nagyon jó a bringóhintó. Interjúvoljuk meg az utasokat. Jó a bringóhintó? Nagyon jó. Nagyszerű. Nagyon jó. Én hátadról jöttem. Nincs bringóhintó. Én meg Budapesten élek, és eldöntöttem, hogy nyáron újból eljövünk, amikor nyári ruhába legyen, hajtjuk a bringóhintót. Nagyon jó. Most már elhagyjuk a szigetet, és visszamegyünk a városba. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és írjátok le a kommentekben, hogy miről szeretnétek még videókat látni. Ez volt a bringóhintó a Margit-szigeten, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!